Jó reggelt kívánok! Folytatódik a start. Éppen 3 hete, február 24-én csütörtök hajnalban támadta meg Oroszország Ukrajnát. Ugyan itt egyelebb a stúdióban álltunk, és megdöbbenve figyeltük az első híreket. Rakétatámadásra indult, utána pedig szárazföldi előretörésről. Mutatunk egy térképet, mert lényegében már akkor kristálytisztán látható volt, hogy az orosz hadsereg északról, Ukrajna keleti részéről, illetve a déli részről indul el az ország közepe felé, és akkor még mindenki csak találgatta, hogy meddig és hova szeretnének eljutni. Hogy mi történt az elmúlt 3 hétben, és valóban látunk-e esélyt arra, vagy valódi esély van-e a békére, vagy a tűzszünetre, azt gondolom, hogy ezek foglalkoztatnak ma most mindenkit, és Resperger István ezredeshez, egyetemi tanárhoz, a Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék egyetemi tanárához érkezek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nézzük meg még egyszer ezt a térképet, és arra szeretném kérni, hogy hadászati szempontból értékelje röviden, hogy a 3 hét alatt azt mondtam, hogy ugyanígy ez az irány látszott már akkor is, hogy innen indul az orosz hadsereg. Hova jutottak, és ön hogyan látja most az erőviszonyokat? Hát úgy látjuk, hogy az általános helyzetnek megfelelően egy északi offenzívát indítottak Kijev bevételére. Ugye próbáltak egy repülőteret légideszant alkalmazásával megszerezni, ez nagyon nehezen sikerült. Illetve Szumi, Harkov, illetve a Donyeck irányából indultak meg az ukrán erők ellen. Időarányosan jól állnak, azt lehet mondani, a betörés mértéke megfelelő. A legnagyobb siker délen érték el, itt több száz kilométert jutottak előre. Ugye atomerőműveket vettek célba, illetve Mariupolnak az ostroma folyik nagyon sok civil áldozattal. A jelen fázisban, mivel a 21. napon vagyunk, azt mondjuk, hogy ez a felőrlés időszaka, itt dől el, hogy logisztikailag melyik ország fogja tovább bírni. Ugyanis általában azok a csapatok, akik harcolnak Kelet-Ukrajnában az ukrán haderőből, 30 nap készlettel rendelkeznek. Ha nagyon heves harcok voltak, és nincs utánpótlásuk, akkor egyrészt gyűrűbe kerülhetnek a délről és a keletről támadó orosz erők miatt, másrészt, ha elfogy a lőszer, nem tudnak harcolni. Ez az összeköttetés az ország középső részén, ez még fennáll? Tehát ott még átjutnak az utánpótlások? Igen, lehetséges még az utánszállítás, de nagyon nehéz, hiszen nagyon nagy távolságokat kell megtenni, és az orosz légierő azért működik, hiszen pont Lengyelország melletti határrészen egy bázist bombáztak, ahol különböző szállítmányok és idegen zsoldosok voltak. A mostani részben további csapások várhatók Kelet-Ukrajnában, még van 9 olyan repülőtér, ami nyitva van. Nyugat-Ukrajnában, bocsánat. Illetve ezekre mérnek csapásokat. Az oroszoknak szintén a logisztika nagy kérdés, hiszen ha a Krím-félszigettől megnézzük, több száz kilométeres logisztikai útvonalakat kell biztosítaniuk és után szállítaniuk. Ez nagyon alkalmas az ukránoknak az úgynevezett gerilla vagy aszimmetrikus hadviselésre. Ön elmondta hadászati szempontból, és akkor az mind nem igaz, amit a különben a médiából olvasható, vagy az ukrán, azt gondolom, hogy kommunikációban rendre előr meghallatszik, hogy elfogyott az orosz hadseregnek az utánpótlása, kifáradtak, a tankjaik azok elavultak, beragadnak a sárba, a traktorral húzzák ki őket, tehát kvázi azt a képet festik, ami arra utal, hogy mégsem ért el azt a sikert, ön pedig úgy ítélte meg, hogy pont olyan ütemben haladtak, mint ami várható volt. Nyilván vannak nehézségek egy 200 ezer fős hadseregnél logisztikai szempontból. Az a kérdés ténylegesen mit akarnak elérni. Nagyon nehéz lefordítani a politikai üzenetet, hogy a haderőnek a lefegyverzése, a nácitlanítás, illetve hogy egy semleges ország jöjjön itt létre. Ezt katonai szempontból ugye úgy tudják elérni, hogy a Krímet mindenképpen szeretnék megtartani, a Donyec-Luhanszki oblasztot, azaz megyét mindenképp, mint népköztársaságokat. A többiben meg bízunk, hogy sikerül megegyezni, és nem kell mondjuk egy óriási nagyvárost, Kijevet kitenni, mondjuk egy óriási ostromnak és rengeteg áldozatnak. Ön lát esélyt erre a békére, vagy legalábbis a tűzszünetre? Azért heteken keresztül a 3 hét az úgy telt, az elején nagyon-nagyon messze voltak a felek, utána nagyon sokára közeledtek, és most sem értek össze az álláspontok, de legalább az ukrán fél kimondta azt, hogy a NATO-ba való belépés az úgy tűnik, hogy nem valósulhat meg, a nyitott ajtópolitika ellenére sem lesz valószínűleg Ukrajna NATO-tag. Az Európai Unió azt mondta, hogy maximum egy tagjelölti státusz az, amit most tudunk ígérni, és ezen túl pedig mindenki arra vár, hogy akkor legyen béke.
Igen, közeledtek az álláspontok, ez főként a hadi események miatt is, hiszen ha megnézzük, hogy Zelenszky ugye egy bunkerből irányítja jelenleg az országot, a legnagyobb városai gyűrűben vannak, a tengerpartját elveszítette, tehát asztalhoz kell ülnie, leginkább ugye az nyugtatja meg Oroszországot, amint egy pufferzóna vagy egy svéd típusú semleges ország lesz ott, hogy aztán a nemzetközi szerződésekben ezt hogy tudják garantálni, hogy mekkora hadereje lehet, mihez csatlakozhat, hát ezt lesz nehéz majd apró pénzre váltani, illetve azt, hogy az orosz csapatok mikor és hogy hagyják el Ukrajnát. A másik fontos kérdés volt, amit heteken át próbáltunk megoldani, hogy az orosz elnök mikor tud úgy kivonulni Ukrajnából, hogy ne érje őt különben óriási veszteség, mármint tiszteletben vagy elismerésben a saját országában. Ön most lát ebbe erre esélyt, hogy kvázi van egy ilyen megoldás? Én úgy gondolom, sok veszteséget szenvedett Putyin, gazdaságilag is, a hadszíntéren is sok az áldozat, de viszont ha visszagondolunk arra, hogy 14-ben, amikor a Krímet visszanyerte, 84%-ra nőtt az elismertsége, most a arcvonal lassan eléri azt a megyehatárokat, amit mindenképpen el szeretnének érni, ha más nem, ezt fel tudja mutatni a május 9-ei díszszemlén. Ön lát arra esélyt, hogy a Oroszországba érkező, Ukrajnából érkező hírek, az áldozatoknak a száma, a veszteségeknek a száma, az áttörhet és egyfajta ellenállást, vagy egyfajta elégedetlenséget okozzon az országban Putyin vonatkozásában? A hírek sajnos mind a két oldalról nagyon túlzóak, a több ezer célpont megsemmisítésével már két ukrán hadsereget semmisített volna meg az orosz légierő. Ugyanez a helyzet a ukrán statisztikákról is. Én azt gondolom, mivel a csecsen háborúk megmutatták, hogy ott is nagyon sok áldozat volt, de mivel óriási terület Oroszország, ez nem egyszerre jelentkezik a különböző temetések, illetve ezeknek az adatoknak a közzététele, bár az internet korábban ez azért bekövetkezhet, de ez nem lesz olyan hatással. Oroszország mindig is olyan harcászatot, hadműveletet követett, ami sok áldozatot követel. Resperger Istvánnak köszönjük, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönöm szépen.